Na szóval, ugye persze, hogy ismerős nekünk, ugye rohadt nagy Umbrella feliratok vannak itt, ugye logó hátán. Ennek az egésznek valami istenverte köze van ahhoz, ami ugye történt évtizedekkel korábban, szóval majd hamarosan meg fogjuk tudni. Mi van itt? Open. Winged key, tökéletes. Itt van egy ilyen szárnyas kulcs. Ezzel gondolom valamit szárnyason fogunk majd nyitni. Tudok ezzel valamit kezdeni, vagy ez csak így magában van? Elvileg ez így magában, jó? Itt semmi az égvilágon. Oké. Szóval, megyünk a faluba vissza. Romokon keresztül elvileg ezek a romok, előtte volt a barlang, szóval... Gondolom most jön... Léci, semmi ne vágja alá a kezemet, jó? Léci! Hál' Istennek, jól van, akkor megszokásból már figyelek. Jaj, hollok, hol vagytok? Hol van a célkeresztem egyáltalán? Ott van a célkeresztem, csak nem látok szarcsa belőle. Bocsánat, az gyorsan át kell állítanom, mert nem látom a célkeresztemet, jó? Azt mondja, hogy game settings, valami... Nem white, hanem red, jó? Hát így se sokkal jobb, de legalább valamivel segít. Egy holló. Többi elment? Nem. There is the holló. Here is the holló, where is the holló. Harmadik is ott maradt, tök jó, akkor legalább azt is le tudom szedni. Ezek mindig dobnak valami lootot, jó? Tehát mindenképpen hollókat szedjük. Ez itt a valami. Kristály, tök jó, oké, gyere hollócska. Lesznek egyébként fán is, van, lesz majd ilyen speckó holló, tehát mindenféle okosságot lehet majd nézni. Na ez mi a franc? Ez? Nem? Nem. Vint ki, nem? Igen, ismerősnek tűnik, csak nem tudom beletömni semmit az égvilágon. A Dimitrescu kulcsa sem működik. Valami majd akkor kell ide, de még nem most. Viszont akkor... Ceremónia fiszfasz, jó, valami kőcuc kell bele, majd belerakjuk, jó? Elvileg itt semmi nincs az égvilág. Ezt a szobrot eddig gyerekek észre se vettem! Az de jól néz ki! Nagy koronás fickó. Oké. A dizájn egyébként annyira rezi 4, de tényleg nagyon rezi 4, hogy esküszöm, majdhogy nem basszus fekete-fehér az egész. Ez meg miért mozog? Hát az... Anyukátokat azt. Arra is mehetnék, de én szerintem erre jövök először, jó? Az a tudja. Mondom én. Mindig van valami loot eldugva. Fán semmi. Fuck. Gyerünk. Remélem, banyek, hogy most fog a nyakamba ugrani valami. Éci. Mondom én, szakadna meg. El tudok itt sunyulni, vagy nem tudok itt elsunyulni? Ott egy hordó, vagy nem? Nincs ott hordó, banyek. Semmi. Tanzba. Oda kéne nekem lejutni, szóval ez annyira nem lesz fasza. Csehz meg, megláttok! Gyere! Te rohadék, te! Csehz már meg! Nem harapsz! Pénisz harcú! Rohadék! Na! Tudod mit, most fogom magam, jól leöntöm magam, jó, de gyere te szemétláda! Megdöglöttél? Megdöglött, jó. Vagytok még, vagy nem? Jó. Tudjátok mit, ez szerintem jobban hat, jó? Fejre, tudok? Mellé, francba. Hát ez nem sokat segített rajtam. Ez már többet. Esküszöm, hogy jobban vagyok egyébként ezekkel a lőszerekkel, mint a normális pisztoly-puska lőszerekkel. Ez azért annyira nem fucking good. Na mindegy. Jó, ezt kéne leengednem. Tudok még tovább menni, vagy nem? Oké, craftolunk a mód, de mit? Ja, ezt viszont nagyon kéne. Jó. Nincs is több. Fuck. Na most erre fele kell tovább menni, vagy nem erre fele kell tovább menni? Ezt nem tudom soha.
ez a baj, van egy csomó olyan rész, amit egyébként simán el tudnék kerülni. Mi az anyád? Azaz. Kristály cucc, tök jó. Biztos vagyok benne, metál cucc, oké. Okay. Biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan dolog, amit el tudnék kerülni egyébként, hogyha nem néznék át mindent, és nem bénáznék, mert tudnám, hogy merre van, jó? Tehát ez annyira nem fasza. Tudok mi craftolni? Vagy... Nem, ennyi lőszerem van. Francba. Hon az a gyúk? Vagytok még? Ezzel most mit csináljak? Ezt most így... Oké, okay, kicsi fiszfasz, de ezt akkor most piklokkolni kell? Úgy nincs semmi. Igazából ide volt tök fölösleges jönni egyébként. Ezt meg nem tudom ki így. És ki tudom nyitni, gyerekek? Na mindegy. Oké, okay, majd erre a falu felé, de ott még volt nekem valami, amit meg tudok nézni, szóval én most visszamegyek. Elvileg meg tudok nézni, majd mindjárt kiderül. Ha igaz, akkor ott le fogom tudni tekerni azt a hidat, ha igaz. És nem. Itt is van benne valami, vagy... Franzba. Oké, okay, na ez volt egy tök fölösleges dolog. Jó, pedig tök úgy emlékeztem, hogy ezt valahogy le tudom tekerni innen. Csak a túloldalra nem tudom, hogy a francba jutok, szóval... Ja így, ezen keresztül valahogy. Nem. Ezzel még nem tudok semmit kezdeni, majd valami ilyen tekerentjük el nekem. Az majd később jön sajnálatos módon. Na mindegy, akkor megyünk tovább a falu felé, jó? Most jövünk, igen, most megyünk a falu felé, most fogunk bemenni a gyúkhoz, és most fogjuk megtudni, hogy mi a bánatos radairosebb történik itt, jó? Legalább nagyjából. Hol van? Itt megint valamilyen szar lesz? Ja. There you are. I had a feeling you would pop up here. It was all worthless. Is that so? I assume you've picked up something of value. Not sure if it's a value, but... Why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? Take a closer look. That flask seems to contain her head. No. What? Roses. Don't say another word! This is impossible! This just can't be! Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the damn point! You don't have to trust my words. But do you have any better options? Your choice. The customer is always right. After all. He'll pay if I find out this is a lie. Fucking Joker. Szeretnék valamit most elmondani egyébként, mert rengetegen használják. Főleg főnökök nagyon előszeretettel használják ezt egyébként vendéglátósok között, voltosok között, hogy ez a vendégnek mindig igaza van. Amit elfelejtenek minden egyes alkalommal mondani, és ezen annyira mocskos módon kurvára ki tudok akadni, bocsánat, hogy káromkodom el végre, ugye gyerekbarát csatorna vagyunk ilyen játékokkal. Amit elfelejtenek mondani, hogy egy teljes mondás úgy van, hogy a vevőnek mindig igaza van ízlés kérdésében. Ez nem arról szól, hogy neked meg kell alászkodni mindenféle baromállat előtt, aki harmadik dolgot válogatja ki, válogattatja ki veled, hanem ez arról szól, hogy azt veszi meg a vevő, amit szeretne. Ha valami retek ronda szart, amit neked soha nem kéne, akkor azt.
tök mindegy, ő dolga. Ez a lényege ennek a mondásnak. Nem az basszus, hogy bármit megtehet azért, mert te vendéglátós, mert te pincér vagy, mert te boltos vagy, mert te pultos vagy, bármi az égvilága, jó? Vésétek az eszetekbe, és hogyha főnökötök legközelebb ilyen fassággal jön, mondjátok neki nyugodtan. Én meg közben sopolok, szóval, amit megtudtunk, hogy Rosemary Winters, kedves Ethanünknek a lánya, az részben legalábbis feje az bent van ebben a sárga bizbaszban, amit ugye találtunk. Ez annyira nem pozitív. Na most ilyen kristály dolgokat eladom. Jó, azt elvileg kombinálni tudom, szóval azt majd eladom. Ezeket egyelőre sok leért ellövöm. First aid med, igen, azokat nem fogom eladni. Sniper rifle, Lemmy, nem. Viszont, nézzük csak, azt mondja, hogy supplies, mit veszünk? Azt mondja, hogy tök jó egyébként, hogy tudok venni ilyen dolgokat. Csak olyan túlságosan sokat nem ér jelenleg. Pipebomb az nem kell, sniper rifle, arra nincsen szükségem. Shotgun lőszer, rohadtul sok kell, jó? Mennyit van? Jöhet. Jöhet, oké. Okay. Tökéletes. Recept. Pipe bomb recept, az már jöhet is, köszönöm szépen. Az mi a franc? Extra baggage. Esküszöm, ez egyre többbe kerül. Nézzük azt, hogy a gunsmith. Följebb kéne tolnunk még egy kicsikét itt a... Igen, köszönöm szépen. Azt mondja, hogy rate of fire, az nem kell reload speed. Ammo capacity az egy... igen, följebb toljuk, köszönöm szépen. Még egyet, yes. Valamint azt mondja, hogy reload speed az annyira nem ér, de egy kicsivel legalább föltoljuk. Rate of fire-t az szintén. A reload speed-et még igen, rate of fire az mehet föl. Kicsit gyorsabban lőjünk. Az nagyon pozitív. Shotgun, azt megint csak power-t azt föltoljuk, plafonig, ameddig lehet. Rate of fire az nem, a reload speed, ammo capacity azt nem tudjuk. Mindegy, nem kell, köszönöm szépen. Supplies-ból mit tudok még venni, ami nekem megéri? Pipe bomb, explosive, tök jó. Vagy mine. Nehéz ügy. Szerintem én gyógyító cuccot veszek mindenképpen, az fontos, valamint egy pipe bombot. Ez csak azért, hogy ha esetleg túlságosan sokan kötékednének velem, akkor mindenképpen meg tudjam védeni magamat. Ez egy ilyen remek tömegoszlató, és akkor gyorsan megint mentünk egyet. Következő, látjátok, negyedik mentésnél vagyok. Egészen hosszú részeket adok nektek. Ez nyitja? Tök jó. Na, meg kell keresnem itt a vörös kéményes épületet, ami tök jó, csak ezt egyébként színvakoknak nem ajánlom, ezt a játékot, jó? Tehát ez így annyira nem pozitív. Most tényleg? Tehát ezzel kell visszatartani szerencsétlen embert. Nézem itt a fákat közben folyamatosan. Hol van vörös kéményes ház? Lesz itt valaki valahol? Oké. Okay. Valahol valamelyik fán van egy ilyen... Szevasztok! Cse! Legalább egyet. Úgy emlékszem, hogy azon van valahol, vagy lehet, hogy csak később fog megjelenni, van egy aranymadár. Nem tudom, hogy talán ezen nem vagyok benne 100%-ig biztos. Az is lehet egyébként, hogy csak akkor fog megjelenni, amikor megkapom ezt a küldetést. Nem tudom, fogalmam sincs. Arra jártam. Azt kinyitottam, arra voltam. Szóval akkor nem erre fele kell nekem menni, hanem totálisan más irányba. Merre tudok még? Mindjárt kiderül. Véleményem szerint az még ott nem volt nyitva oldal, de majd mindjárt megnézzük. Erbe tudok jönni? Határozottan nem voltam még itt, jó? Biztos is, hogy nem voltam még itt. Camp fluid, tök jó, nem tudom mire való. Ah! Jó. Készletfeltöltés van, kérem szépen, jó? Tehát ez ilyen tök pozitív, remélem nem fog a nyakamba ugrani semmi. Ezt kipucol. És még nem pucoltuk ki, azt mondja, hogy van még... Aha! Még mindig pirosat mutat, szóval van itt még valami, amit nem vettem észre. Nézzük. Nem. Az ugye érdekes, fönt esetleg valami, plafonon? Semmi, na mindegy, megyünk tovább, jó? Tehát... Oké.
Oké, okay. Csomó minden van itt, amit rendkívül... Ah, Iron Insignia Key, oké. Okay. Akkor nekem tök egyenesen kellene arra futni, arra mi van ott. Igen. Ott is Iron Insignia Key van, akkor azt megnézzük, jó? Tehát akkor visszafordulunk. Rusted Scrap. És arra nem tudok menni, mi? Ja, arra nem tudok fölmenni, szóval elvileg, ugye... És arra föl tudok menni? Másik ajtón? Mert hogy ugye, ott is van... Igen, tehát folyamatosan kapjuk ugye a kulcsokat, ami azt jelenti, hogy elvileg nekem itt jobbra lesz majd egy ilyen temető kapu, ahol ugye át tudok menni, igen. És akkor itt van valami, amit ki tudok nyitni, ugye. Ja, ott az a kapu. Ott az a kapu hátul. Megnézzük mindent, jó? Kicsit hosszadalmas lesz, tényleg mindent meg fogok nézni, jó? Tehát oda-vissza futkosás lesz, ez van. Ő nyitja, köszönöm. Most ez nem tudom, hogy kell, vagy nem kell. Kötelező, vagy csak opcionális, minden esetre én ide jövök és megnézzük, jó? Kecs! Azaz. Jó. Gondolom, hogy valamiben lesz még valami, aztán lehet, hogy csak a kecskét tudtam itt felszedni, ki tudja. És itt? Ezt ki tudom nyitni? Másik oldalra hozzák! Hogyan? Hogy? Cike! Cike! Hol vagy, Csike? Gyerünk! Gyerünk! Fucking KFC-nek eladlak te! Ez a... meghalt? Nem? Ez az! Egy csirke! Na végre, azt mondja, hogy... ad húst. Hogy ezt a gyúknak tudjuk adni? Ja igen! Tényleg, tényleg, a gyúk az tud mindenféle ilyen leveseket, egyéb kajákat főzni. A cuccokból, amiket felszedünk, jó? Öld már meg! Szárnyas patkány, gyere ide! Ezt sose tudom egyébként, hogy ezek valójában tudnak repülni, és csak azért nem, mert elnyesik a szárnyukat, ugye, hogy ne tudjanak, vagy pedig egyáltalán nem tudnak. Ez egy nagyon jó kérdés, amire nem tudom a választ. Hogyha valaki foglalkozik csirkékkel, vagy csak tudja ezt az információt, szólja ez erre, jó? Köszönöm szépen. Mi van még itt? Úgy látom, hogy semmi. Itt csak ilyen csirkézés volt meg hasonlók. Szóval akkor mi a következő állomásunk? Arra nem fogunk bemenni. Ott is nyit valamit, szóval akkor most arra fele fogunk egyenesen. Ugye? Elvileg itt... ja. Kiszaladok balra, jobbra, tök egyenes. Oké, meglátjuk. Azaz, nem azaz. Arra kéne menni, csak arra nem tudok menni, szóval akkor egy rohadt nagy kerülővel. Na mindegy. Anyek! Nem erre. Arra... Jó, itt már voltam egy pár szor, na mindegy. Jó, szóval. Nagy kerülő, ez van, tehát hogyha... Biztos vagyok benne, hogy sokan vannak úgy, ha csak a sztorira szeretnének menni. Én mindig is olyan voltam, és ezt ugye nektek is mutogatom, hogy tényleg mindennek belenézek a seggébe is, jó? Tehát biztos, hogy biztos, hát ha találok valamit. Ami azt jelenti, hogy nekem most arra fele kell menni vissza, amerről jöttem, és ha igaz, akkor ha ott az első ház jobbra is azt fogom tudni kinyitni ezzel a kulcsal, ami már nálam van. Mert ennyire jó vagyok, hogy szereztem kulcsokat. Ne bazd meg, hogy nem tudom kinyitni. Ez komoly? Akkor kerülünk egyet, jó? Mi baj lehet belőle? Na szóval, ott van egy ilyen big fucking szobor, és ez pedig eddig nem volt nyitva, most benézzünk ide, hogy mi van. Kicsit jobban felszerelve. Erre már voltam. Erre már úgy tűnik, hogy határozottan voltam, csak még nem sikerült annyira magamévé tennem az egészet. Persze, hogy voltam, mert rossz fele jövök. Na. Nem rossz fele jövök, mert erre meg nem tudok bemenni, szóval akkor csak ez az irány marad. Jó. Meg az anyádat, az jó? Megbeszéltük? Ja nem! Itt még én nem voltam. Itt még én rohadtul nem voltam, ez egy teljesen más hely. Azt hiszem. Hát eddig másnak tűnik. Picklock van, oké. Azt mondja, heard a scream for the house with the chimney. Azt mondja, hogy hallottam egy sikoltást a kéményes házból. Köszi, hogy nincsen több kéményes. I was going to take a look, but the way was blocked by debris. Azt mondja, meg akartam nézni, de törmelékkel volt elzárva az út. Going to have to take the long way around. Who would have told the hole in the stable walls would come in handy?
Azt mondja, hosszú úton kell mennem. Ki gondolta, hogy a stabil falakban lévő lyuk majd kapóra jön? If I'm not back by morning, you should go to Louise's house alone, father. Ha nem jövök vissza reggelre, egyedül kell menned Louise a házához, apa. Na szóval, valahol van lyuk a házban. Nem itt. Ez egy... Bazinai rokka, tök jó. Ez mi a szar volt? Ki volt az? Valahol tuti van valami rohadék. És rendkívül engem les. Remélem szarni ment. Gyere. És nem? Jó. Piros kémény, hol van? Hol van? Oké, és most az állokkolba van. Oda kell mennem, talán nem tudom. Jó. Persze, hogy jönnek már 8 millióan. Hú, de lassan lő, bakker! Meghalt, oké. Jó, azt hittem, hogy itt lesz benne valaki, de nem. Hol a tökömben van piros kéményes ház? Mondja már rá nekem valaki. Nem nyert. Anyátokat nyikorogjatok, banyek! Szóval mit keres ez itt? Kis majomizé. Na. There is nothing. Chicken fuck. Jó. Ezt jelenleg nem tudom elmozdítani semmivel. Valami más kell hozzá, amit máshol fogok megtalálni. Szóval... Ja, arra kéne tovább menni, csak nem fogok tudni. Szóval akkor most... Ott át tudok menni? Nem tudok átmenni. Itt ebben a házban van valami, vagy csak én hiszem azt, hogy van. Wooden animal body? Ez most mit mutatott? Aha, tudok ilyet fölvenni, jó. Jó, hogy az azért mutatja, hogy valamit föl tudok még venni, mert ott elvileg föl tudok venni. Na most, hogyha arra nem tudok tovább menni, akkor merre igen? Elvileg van akkor valahol egy lyuk a falban, ugye? Ugye. Szekrény. Azaz. Hangulammó, tök jó. Na, amennyiben van... Egy lyuk a szekrényben. Ezt jól megmondtam, a falon. Hol a tökönbe jutok ki? Nem erre, nem a másik irányba. Nem. Hol jöttem be? Ott. Oké. Na szóval, elvileg... Úgyhogy én most telibe megfordulok, az ott... Ezt nyitottam ki, oké. Én most telibe megfordulok, akkor itt le tudok menni. Valahol biztos Isten, hogy van valami egyéb dolog. Erre be tudok menni? Erre nem tudok bemenni, na most biztos, hogy... Jaj, erre emlékszem. Biztos vagyok benne, hogy valami ilyen nagyon durva dolgot kell csinálni. Elvileg ott le kell verni a túloldalon, gyakorlatilag meg... Le lehet lőni az ajtóra az árat. Erre emlékszem. Csak valamelyik lyukon be kell nézni. Na, látom az ajtót? Nem látom az ajtót? Hol van? Az nem tűnik annyira ajtónak. Ennyi a bezúmolás, gyerekek, tényleg? Valahol biztosan be lehet lőni a 100%. Azt tuti. Ja. Majd mindjárt meglátom, csak nem olyan egyszerű egyébként megtalálni azt a szöget.
Elvileg, gyerünk! Nem. Ez határozottan nem ajtónak tűnik. Nem. Fú, hogy volt ez? Lehet, hogy följebb kellett jönni, és úgy láttam. Nem tudom, totál elfelejtettem. De valahogy biztosan be lehetett jutni. Elnézést egy fél pillanat. Na, közben. Ja. Fogalmam sincs, hogy a francba kell kinyitni, de azt az egyet tudom, hogy itt valamit még elhagytam. Szóval, ugyebár errefele el tudunk jönni. Itt be tudunk jönni ugye ezen a kis házon. Na most itt van egy csomó minden, és valahol errefele van ugye, igen, ugye itt átjövünk, és ott kellene nekem foglalkozni itt a dolgokkal. Viszont én ugye el tudok jönni erre fölfele, és totál elfelejtettem. Na. Most egyelőre így, aztán pedig... Ez másik oldalra van zárva, szóval erre nem fogok tudni menni. Valahol van itt még fönt, azt hiszem egy... Ja, itt. Rejtett dolgok azok vannak itt ottam ott, jó? Tehát shotgun az nagyon jól fog jönni nekem. Ja. Arra fel is tudnék menni, de most nem fogok, hanem... Erre tova. Valahol van egy... Ez mi a radairosebb? Ez mi az istennyila? Jaj, tudom. Nulla egy, ha jól emlékszem. 7, 0, 4. Elvileg, ha most jövünk ide, akkor nem fog jönni semmi utánunk, ha igaz. Megvan, oké. Okay. Jack handle, tökéletes, meg még egy pisztolyt kaptam. Azt is akkor le kell szedni. Azaz, köszönöm. Ha később jöttök ide, és később néztek ki ezen az ajtón, az egy rendkívül szar felállás, ugyanis akkor fog jönni majd itt egy ilyen rendkívül durva farkas ember fiszfasz. Mindenek nem örülünk. Na most vele nem fogok foglalkozni, meg vele sem fogok foglalkozni, hanem csak ide jövök gyorsan, és... Gyerünk már! Azaz, Jack Handle. És futunk! Jó, tehát nem foglalkozok velük, hanem elhúzok innen a francba. Ugyanis... Ha most szépen itt visszafutok, hallani is fogjuk a hangokon, hogy ők elhúznak innen. Nem? Mert utána jött a rohadék! Szevasz, te pénisz! Áááá! Banyák, rossz fele fordultam, na mindegy. Tehát normál esetben ezek visszamennek arra, merre jöttek. Hol van ez? Meg jó, hogy vettem. Nem halad, banyák, hol van? Volt nekem csőbombám, azaz. Meghaltál-e? Szóval, ne kövessétek el ezt a hibát, amit én csináltam, ne erre jöjjetek, jó? Normál esetben tovább megyünk, és akkor tehát végig itt a házon, és nem fognak tudni velünk foglalkozni, tehát mindegyik visszáll az alapállásba, és nem kell bele tökölni. Oké? Ez lenne a normális eset. Ez most nem volt normális eset. Szóval, majdnem csináljátok azt, amit én. Szóval, mire ez megvan, addigra ugye ez már szépen föltolta, és be tudunk menni itt valahol alatta. Amint sikerül. Na, megyünk már? Nem? Mi a franc? Ja, itt, oldalt, bocsánat, elnézést. És ne szarjak be, mi? Persze. Fú, mi lesz még itt? Valaki ott hörög, morog, szóval tök jó. Gyerünk! Azaz! Jó. Most jók vagyunk. Jó, ez az a pont, amikor tököm tele van ezzel, hogy mindenféle szarságot kell csinálnom. Nem erre akartam jönni. Biztos is, hogy nem erre akartam jönni. Nézzünk a másik irányba, jó? Tehát valahol csak találunk már egy istenverte rohadt piros kéményes házat. Hol? Határeset elfogadom, jó?
Mi a szar volt ez? Coca! Oké. Okay. Töki vagyok már mindenféle hússal, szóval... Valamit már csak fogok kapni érte. Édesanyám, gyerünk. Még azt is el tudom hinni, hogy ez valójában nem piros. Ki tudja. Nem, valami más kell hozzá, jó. Menjünk vissza. Itt már voltam egyszer, jó? Tehát ez nem az lesz, ez nem az lesz. Az Isten verje meg, hogy nem találom sehol. Egy rohadt, piros, kéményes ház kell nekem. Hol a francban van? Csak egy irányba tudok közlekedni, szóval... Szóval megyünk arra. Na gyertek! Még a hátam mögött is van, ne bazd már meg! Komoly! Gyerünk! Azaz, még egy fejet. Oké, ez így nem volt rossz. Há, még él! De kilőttem a lábát, oké. Jó. Fú, bakker.